16 éven aluliak számára nem ajánlott. Sasztobaktále! Aj diri diri rari rari ré! Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkinek, hello! Sziasztok, csá! Sasztobaktále! Megyünk is fel a Senverre, a Senversre. Baszik, TikTokon lebaszták a live-ot és visszavonták az live-ozási engedélyemet. A jogosítványomat. Sziasztok, hello Attila, kösz szépen, nagyon forró vagy ma. Nem találtam a szemüvegem, és sapkában is szexes vagyok. Szevasztok, cságeci, hello mindenkinek, nagyon sok szeretetben! Joker, nem akarok kellemetlen lenni, nézd rám, kérlek. Minden tisztelettel szeretném megegyezni, hogy az a te szekrényed, és van előtte egy női bugyi és egy vibrátor. Melyik? Ez? Hát igen, az ott. Nem látod? Ja, de... Ajajaj, öreg. Odáig már nem is akarok elmenni, hogy megszagoljam, de... Nem ez az én szekrényem, gyere. Ne hazudjál, baszd meg! Esküszöm! Én észre sem vettem, hogy ott hagyta valaki. Ez az enyém. Nézd, bringával jöttem itt a sisakon. Te terrorsz, Joker, te most terrorsz. Figyelj csak ide, és ki a faszon fogja tankolni a szolgálati járműbe? Nem vagyok én pénzes zsák. Azért remélem, hogy... Van... Igen? Azért kérnék egy kis pénzt. Annyi benzinkút van ott a városban, hogy meg is lehet tankolni. Hát de igen, de pénzre fizetni kell. Jó, adok egy keveset, jó? Na, azért mondom, köszönöm szépen, mert most már tényleg azért a lópasznak is van még. A múltkor én tankoltam az egészet, azóta nem ettem, érted? Át is adtam a pénzt, jó? Köszi szépen, bátyám. Szíved legyen szabadnapos, köszönöm. Jó, figyelj csak, akkor megindulom én a tolópályás, azt tegyérérrel turkombaszom a bűnözést, érted? Na, csak... Tenne meg ornyergen pingom, miután ott szenved a pöldön, érted? Jó napot kívánok, uraim! Mi a ronyba tekert büdös csámpás kurva isten faszapoik itt tisztelettel? Majd én mindjárt elmondom, jó? Jó napot! Többféle problémával szembesültünk itt most ebben a pillanatban. Elnézést, magáé ez a szartenger? Bocsánat. Főnököm. És akkor miért itt állunk? Bocsánat. Hát ugye most pillanatra megálltam a start. De nincsen pillanat, itt egy pillanat van, ami oda baszok egyet, azt mindenki pekszik. Azonnal tessen eltakarodni innen a véres, büdös görbe paszba. Újra akcióban, a legjobb egység a világon, újra akcióban, és a bűnözés pedig most grill csirke pózba fogjuk megbaszni. Figyelj csak, perébarcú, szembe jöttél a forgalommal. Szemeddel mi van? Angliába vagy, vagy mi a fasz? Ha? Nem, az a baj, tudja, itt néha akad a szemem, mert itt nagyon sokan vannak itt a főpont. Jó, így van, papírokat készítsük elő. Papírokat készítsük. Sürgősen. Itt van lenne a földön minden. Jó, a kollega átnéz, jöjjön velem, fiatalember, legyen szíves. Hát, hogy él vagyunk ez most? Ez miért az anyád nadrágjában vagy tisztelettel, bocsánat? Ha? Hát azért, mert nem volt más otthon. Figyelj csak ide, itt a szembejövésén azért tudod, hogy durran a csekk olyan, hogy teherbe vág, értesz? Hát vágom. Ezért okosban meg lehet oldani egy 20-assal. Érted? Persze. Most nézem, miért összeolok van nálad? Az le van ütetve, bazd meg. Húzza a hasát. Nézd meg, hogy mennyire lóg a figyelj csak. Jó, és a póliázás benne van a műszakiba, verébnyak. Ha? Muszáj tapadjon. Jó, figyelj csak itt, és ez a spoiler be van írva a forgalmiba. Sárga helyzetjelző. Ha? Tedd föl a kezed, mit csinálsz? Ne mozduljál, mert megmondtam. Láttad? Kezet emelt, majdnem. Jó, kezeket pőjössz velünk az őrsre. Jó, állj a palhoz. Állj a palhoz. Mondom, állj a palhoz! Mit csinálsz? Nézd balra. Balra nézzél, balra. 5-4-3-2-1. Baszom rá a bilincset most. Jó, ezt le kell tartóztatni. Sürgősen. Mi van? Mi van? Mit mondtál? Ez az autó nem néz ki jó. Figyelj csak ide, mi a tajszámod? 647. Nézd, jó, dobd föl a kezed! Kilóg a kábítószer a zsebéből! Tegye fel a kezét és menj! Tedd föl a kezed, te mocskos geci! A kurva anyádat! Jó, nézd meg, van nála a kábítószer, ott volt egy pakett a zsebéből kilógott. Te büdös köcsög! Hoppá. Kábítószer! Ez honnét van? Kitől vetted? Figyelj csak ide, kitől vetted? Az 1000 éves patikába vettem. Elírták már néha idegrángásom. Figyelj csak ide, illegális szerek vannak nálad. Nem tudom, tudod-e. Mennyi pénz van a számládon, kis buzi?
Mit csinálsz? A büdös... Úristen, geci! Jó, ezt le kell tartóztatni, ezt bevisszük, bevisszük ezt a gyereket. Ezek a mai fiatalok, látod? Mindenhol a kábítószer ömlik itt a városba. Azt a büdös kurveget, te nem lehet bírni idegekkel. Ami itt zajlik, bocsánat. Figyelj csak, Maki, van egy ajánlatom. El tudunk engedni téged. Ha? Hát kicsit megszopkodod a tyúkszemet, meg egy kis készpénzé. Érted? Mind a kettőnket leveszen szájjal. Mennyi pénzt kéne? Most ugye őszintén. Hát amennyi van, gondolod, meg egy kis szopóka. De gondolod, hogy én tojom a pénzt, van nálam 25 ezer. De a szopással akkor nincs gond, ugye? Meg kell pulykodni a izét, a pulykanyakat. Már ide is állok, mert tudom, hogy olyan benne jó, vagy? Összesek, nem bírok járni. Ha? És komolyan mondod? Figyelj, csak két golyót meg tudsz tartani az álladon? Ha kicsit messzapkodod, az jóban. Ezt mehetsz is az utadra, Dick. És az nélkül már bezzel nem engednél, mi? Hát mert pénz is kell mellé. Tehát ez csak nagy menü. Szopás és pénz. Meg ide valami pokrócot áll. Keresek hát, hogy a rusnya popádat ne lássam közben azért. Be is jó napot kívánok! Kiskezű csókolom, jó napot kívánok! Apuci! Mi van, passzopó? Mi az, hogy kikezek? Nem ismered meg apádat? Mi az, hogy faszopó? Figyelj már ide, te sötétbe! Milyen ruhában vagytok itt már? Figyelj, állj a polhoz, állj a polhoz! A most a azonnal állj a polhoz! Nézd meg, ne nyúkálj a zsebet bele! Láttad, ez pegyben így út? Figyelj csak! Én megmondom őszintén, hogy most új Péti sem van. Érted? Ilyen hányós. Hát persze, hogy le kell hányni egymást. Benne lenni? De lecsót, virslit, mindent kell lenni. Benne lenni? Te disznó. Répa is lenne? Te disznóképű. Hogyne? Már kipróbálhatjuk, csak akkor legyen már egy. Jó, figyelj csak, rendben. Mit szólsz? Mi? Van egy kellemetlen dolog most, van egy nagyon kellemetlen dolog. Mert figyelj csak, nincs egy kis aprót kölcsön. Ezt így lehúzom. Pont annyi hiányzik. Pont mert... Tudod, köszönöm szépen. Figyelj csak, akkor találkozunk. Jó, hát kipróbálhatjuk. Mondjuk egy kicsit undinak hangzik, de veled mindent kipróbálhatjuk. Ó, ugyan már. Most akkor... Meg arra is gondoltam egyébként, hogy egy tölcsérrel a segjukatban belőttünk egy liter tejet, azt utána kerázott kifele, érted? Kijön a kakaó, vagy mi? Nem. Hát reméljük, az nem biztos, hogy jó ötlet. De hogy ilyen szökőkút jelleggel, tudod? Az tetszene? Az nagyon jó lenne. Spárgázna kézen állva, és közben durogna kifele a nagy tejek. Figyelj csak ide! Hány éves is vagy pontosan? 22. Aha. Minél kisebb, annál frissebb? Az biztos. Ez igaz. Tejfog nem karcol. Csúni, bazd meg. Ez a gágyi, ez kikészít idegileg, de on picsoban alakta, hogy rendes énekel. Érted? Szívre szakad, mi? Há, a pingesebb idős neki. Jó napot kívánok, halló. Szia, jó napot, hello. Szia. Hector bácsi. Ez az nyög még a rádióba, hagyd nézzem. Hogy nyögöl? Én a spályi zajtó nyikorogján? Hát Hector bácsi, mit mondjak a puci? Semmi, csak nyögjén. Mi az, hogy a puci? Na, de meg ez ki ez? Ki van a vonalban? Micsoda? Mit csinálsz, te csöves geci? Kezeket föl! Bossa zonda! Nyughassál le, berém geci! Kapapog, álljon pön! Álljon pön, kapapog! Azaz, üssed! Lajos, álljon a palhoz! Bossa zonda, porduljál! Mit csinálsz? Álljon pön! Itt vagyok! Állj le, Lali! Kezeket fő! Jöjjön belem, legyen szíves! Jó, Juni, át kéne kutatni, illegális szerek biztos vannak nála. Fegyver, ilyenek. Mi a helyzet, Lalikám? Jó vagy mostanában? Hát jó, ti beálltatok rendőrnek? Mi az, hogy beálltunk? Én mindig rendőr voltam. Jó, te illetsz? Persze. A szabatónál van egy cetli, hogy a gombot ne nyom meg, akkor megnyomhatom? Nyomjad! Figyelj csak, Lajos! Most szeretnéd ezt a kurvát? Úristen, ez most zúg! Meg össze-vissza remeg! Nem tudom eldönteni, hogy hány éves most. Nem számít, bazdmeg, az csak egy szám, érted? Folyamatosan lövik ki a papír. Mondd be a rádióba, hogy belepújnál pinájába, mint az izét. Főpújnád, mint egy kelet-német izét, úszómatracot. Mondd be a rádióba. Pillecukor. Bálint, köszönöm, 45-öt. Felfújnálak, mint egy német juhászt.
Lucky Pony vagy. Oh, nem német juhász, te fasz. Kelet-német strandmatracot. És a pináját fújnád fő. Mondjad, hogy beleénekelnéd a hullaszilvát. A pinádba énekelném a hullaszilvát. A Grove Street végén a Zsák utcába erőszakos cselekmény egy házastársnál. Ez családon belüli? Otthon vagyunk. Viszont csak egy rendőr mehet be, Hector bácsi. Jó, én kezelem a helyzetet, otthon vagyok ebből a családi erőszakos témában most. Nézd a házba. Hogy a paszba ne? Megmentek mindenkit. Be vagytok kötve mindannyian? Reméljük. Jó napot kívánok, tiszteletem, bocsánat. Elnézést. Jó napot kívánok, tiszteletem. A rendőrségtől vagyok, most belépek az udvarra. Hello! Na, persze, hagyjad már magad. Jó napot, 13. kerületi rendőrség. Tök kezeket pöl, mi bolyik itt kezeket pöl mindenki? Kezeket pöl! Assza büdös kurvege! Mit csinálsz itt, rogyó? Te normális vagy? Mi folyik itt? Az életünkre tör meg mindenünket, meg nem hagy békén. Ez a szakadt kurva! Hagyjad már magad, te tökös faszkalat! Szakadt kurva, te takarodjál kifele a házba! Jó, figyelj csak! Figyelj csak! Hallgassunk el, nyugodjunk le! Nyugodjál le! Nyugodjál le! Jöjjenek be, megtámadtak egy rendőrt! Tronyó! A tronyó, a transzpesztita nőszemély! Többszörösen beleharapott a péniszembe! Jöjjenek be, hatoljanak be! Kezeket pö! Jó, akkor itt akció. Jó, egyszer. Gyerünk, úgyné. Hajrá, Trogyó! Íbor, beszippantsa magában, fekete lyukhe, a gyász megeszi. Azaz, adjam neki még! Szellemirtó, Ghostbuster, tíri, tíri! Gyerünk, Lajos, menj ki! Ismerem. Ott van kint, kiszökött a falon keresztül, Copperfield. Kapjuk el. Dávid. Copperfield, állj meg! Trogyó! Kezeket pő! Gyerünk, adjad neki még a kurvának! Gyerünk! Ez az, az is kapja! Nyomjad neki! Áj, adjad neki! Fog meg, gyere! Figyeljetek csak ide! Ez itt az én házam! A pöltivatalba most kérdeztük le, és most döbbentem rá, hogy ez az én nevemben van ez a ház. Az kizár dolog, uram. Erősítés! Azonnali erősítés kérünk! Álljanak meg! A pozíciómra kérnék szépen egy egységet! Kezeket pölt, Rogyó! Segítség! Megbaszott a bankló! Nagyon jó volt ez, Carlito, hogy szopjam be azt a lerugott, mocskos, undorító popádat. Mi a helyzet, Carlito? Most miért beszélsz ilyen csúnyán velem, bácsi? Figyelj csak, ez a szeretet nyelve! Érted? Igen? Hogy a paszba ne? Akkor pusztuljál el, te! Figyelj csak ide, jó napot, tiszteletem, elnézést. Jó napot. Te miért bántod itt a gyereknek? Mit szóltál be? Most mondja, hogy a játszótéren beleszartál a homokozóba, összegyúrtad gombócba, azt mondtad, hogy süti. Ez igaz? Te én meg beleharaptam. Köcsök gyerek. Ez meg beleharapod? Nagyot. Az bele volt szarva a homok közepibe? Hát, válaszoljál. Ropogott a szar. Még a szar is potyogott. Én nem oda szoktam. Jó, figyelj csak ide. Légy szíves, mutatkozzál be, szüleiddel pöpogom menni a kapcsolatot. Kérje bocsánatot a Gábor gyerektől. Vagyok. Figyelj, Gábor, mert szétbaszlak bárhol. Most kérje bocsánatot itt a gyerektől, mert ilyen csúnyán viselkedtél. Hát tőlem, igen. Mondom, nagyon szép, bocsánat. Na, ezt legközelebb még egy ilyen, még egy ilyen humorpejeden a dudor, tudod? Szádra gugol. Na, Lalik, a gyerek ülésbe üljél be. Az életem a feje tetejére állt, képzeld el is. Igen? Szeretnék megváltozni is. És én rájöttem, hogy mi a megoldás, üreg. Igen? Várja, kitalálom. Megengeded? Igen. Szóval, ha egy esernyőt bedugunk a seggedbe, és nyitva húzzuk ki. Ez? Nem. Nem ez? Nem, jövök majd. Szia! Számold meg az évet, te, Lajos, gyere már ide! Nem tudtam, sose volt normális. Visszajöttem, öregem. Figyelj csak ide! Lali! Visszajöttem. Ez egy B-turbo cosplay, vagy mi a passzom? Hogy nézel ki a rákegyek a gyomrodat? Öreg, én megváltoztam. Kemorról jössz? Hogy mondhatsz ilyet? Fejezd be! És ő ezt javasolta, hogy ez lenne a legjobb. Figyelj,
Tehát aerodinamikailag értem. Tehát ha nagyon gyorsan akarsz szaladni, szerintem ez rádob azért egy kicsit. Figyelj ide! Feladatra. Mit akarsz írni a... Vakandai Teszkós lerúgott biciklis. Miért beszélsz így, Frida? Bocsánat, Frida, figyelj csak, Friderikusz. Mi, bizu? Láttam a sarkazon a szemeddel. Érted? Láttam, hogy nézel. Kibászta kurva. Hát ne haragudj meg rá. Mondd el őszintén. Nekem akkora döbbenetül az arcomra, el se hiszem. Hát azt elhiszem. Baszak, Lali, minek kellett lenyírni a hajadat? Hogy nézők ki? A jóisten áldjunk őket két szarvat arra, a nagy kopasz fejedre. Mondta azt, hogy így a jó. Hát de bassz, ez a miért szivatta ki a szemöldöködet? Ha megláttalak, bassz, hogy majdnem vittelek a kórházba. Azt hittem baj van, érted? Nem, nincsen baj, öreg, de ne aggódj. Ugye csak ide te, szörnyszülött, mi újság? Mi a helyzet? Hát, mit mondjak? Nincs semmi különös, nagyon szexi vagy. Ugye csak, köszönöm szépen, és megmondom őszintén, hogy ez rólad nem mondható el. Miért vagyok ilyen velem? Figyelj már ide, mi van beleddig? Ráülni a régi nosztalgia vonatra? Ha lehet. Na figyelj csak, megmondom őszintén, ha nem ellenzed. Akkor egy 30 évben fiatalabb voltál, és akkor még a szar nem volt hozzád képes dobostorta, tisztelette. Foglalj helyet, légy szíves, mert egy komoly témáról van szó. Nézd meg, innen figyelj. Jobban látlak, mutatok az egy-két pozitúrát, oda néz. Mekkor oda néz, hol? Hát nagyon szexi vagy. Figyelj, csak egy potkány kibújt a frizurádból az előbb. Én jól láttam azt? Vagy csak képzelődött? Az a hajcsatom. Hát de mozog. Pazd meg. Abba laktam. Ilyen rezgős, tudod, hogy megálljon, hogy úgy maradjon. Azt a kurva eget. Figyelj csak. Szóval elmentünk az orvoshoz. Igen. Lajossal. Sajnos kiderült, hogy... betegségbe szenved. Kicsoda. De nem mondom, hogy ne kezdje öröngedni, mert pofán baszlak. Úgy fog porzani a hajad, mint a Jet Li filmekben a rugás. Szóval most mondom, ne hisztizzél. Szóval a Lajos nagyon beteg. Nem véletlenül kopasz, ha érted. Hát nekem azt mondta, hogy levágta. Figyelj csak, mindegy, hogy ő mit mondott. Itt a tények nyelvén beszélek. Érted? Viszont én nem tudom fedezni a kórházi költségeket, de geci ez az öreg, undorító. Hát nekem sincs pénzem, veled él. Figyelj csak, ez az, hogy velem hát él, itt az ideje, hogy beszállja a költségekbe. Egymillió hát dollárba kerül. Érted? Te vállaltad a felelősséget, te vitted magaddal, vállald is a felelősséget. Na de ez nem így van, mert fölteszem a jópogásra ezt az egész putrit. Szeladom a gecibe. Érted, verém? Szóval valamit csiszolján elő, pénzt készítsi elő. Mert szét fogom baszni az egész lakást. És ezzel nem nyitok mitát. Popál leszem baszkodva. Te baszák, te olyan hülye vagy, mint voltál. Na, figyelj csak, amikor a fasz benyomtam a lyukatba, visítottál, mint akit nyúznak. Ha nem volt baj. A faszod az jó, de te nem. Hülye vagy, mint a seggem. Nézd meg ezt. Ha? Látod? Figyelj ide. Most oda mész anyádhoz, és azt mondod, hogy kórházba voltál, mert pofán baszlak. Hogy képzeled? Ha? Nem látod, hogy jeleztem a szemeddel? Nincs hát, de nincs hát, de Lajos! Nincs hát, de! A rák egyen ki. Figyelj csak, látod ezt a botot? Pöldugom a lyukadba. Szóval kórházba voltál. Világos? Oké. Ez mind a kettőnk érdeke. Érted? Amiről van itt szó? Semmi, csak kérdeztem a Lajos, hogy hol a WC, mert posok, mint a pelikán. Már három napja. Te állandóan posol. És mi között van hozzá? Ha? Jó, hát rád is rád például a posás, dagad geci. Na, hallgatom, Lali, meghajlik most akkor a parketta. Mi a probléma? Miért vagy kopasz? Nekem azt mondtad, levágtad a hajadat. Hát, kórházba voltam. Aha, igen. Na ugye? 5 perccel ezelőtt még nem voltál kórházba. De azért, mert ő a Lajos, bocsánat. Kórházba voltam. A Lajos... Mondd már be a pofádat, hát nem. Figyelj csak ide! De értetlen vagy, verjem abba a rusja pofádba. Érted? A Lajos ázsiai naptár szerint, japán naptár szerint számolja a napokat. És délben van a nap vége, hogy délelőtt volt, tehát tegnap volt az ő időszámításában a kórházba. Érted, te csöves? Menjél, nézzél pornót inkább. Nem így van, Lajos? Ugye, hogy így van? Hát, na, ugye? Hát hazudsz állandóan, mint a vízfolyás. Te miről szédvisz? Ha? Azt mondod, hogy beteg a gyerek, az nem is beteg. Figyelj csak! Én a tények nyelvét használom, hogy holnapra akkor is hazudt, mindenki jön a sztepek ügyé. Lajos, mi a hozzáfűzni valód ehhez? Hát én szeretnék kosorazni, menni. Figyelj csak, tudod, hova menjél? Hova? A büdös picsába. De miért? Figyelj csak, anyádnak nem mondtad el?
Az igazat? Hát én elmondtam neki. Na. Melyiket? Szegény Lali, hát úgy sajnálom. Igazat. A karaktert, ahogy ott áll. Figyelj csak, Lalikám. Joker, mi az erre a kedvenc? Mit mondasz? Mi? Nem tudom, de Lali, mi az a kedves? Ú, ez nagyon jó, nézd már, he! Az a nyám basszom ki. Kedves satornának, ott beállítva Lalinak, he! De ez... nem az. Lajos, figyelj meg, de... Ez hogy van, Lali? Lajos, itt azért van miről lesz számolni. Nem az egyik kedves, kapcsold már ki! Ez a TND! Nem, ott volt kedvenc lista! Kinézett a TV, kapcsold ki! És ráadásul benne volt az előtt, nesze te kurva! Figyelj csak, buzipornot nézett a gyerekkel! Azt te is nézd! A rák a gyomrodat, há? Pusztulat ki ezt! Ne, nézeli. Joker, kapcsolat! Állj le, Lajos! Állj le! A büdös picsámba, nem szégyelled magad? Majdnem elhagytam magam! Nézd meg, félig fönnállt a passza! Vedd csak le azt a pulóbert! Lajos! Gyere ide! Fönnállt a passza a gyereknek! Direkt csak csinálják a Jokerék! Nagyon finom volt a kaja anyukám. Kókuszgolyó. Szívesen. Nem is ettünk, engem meg se kínál. Teket terüzsgál, mire? Úgyis kifosod. A Jokerrel. Jó, figyelj csak, ez kezd már kellemetlen lenni, Lajos, amit itt megengedsz magadnak, ne haragudjál. Ez az egész. Ide meghívsz vendégségbe, azt ez a lerúgott tanácsi lakás 80 előtti szutykos szlovén paplanszájú kurva, meg se kéred! Ne, öreg, de kár belé! A kurva, megérdemelted! Mi van? Mi van, dagad, geci? Hopp, mi van, mi van? Kell még? Te csöves kurva! Egymást! Gyere, ha, üss a becsületed, én csüngőcsöcs! Léci, ne! Fékezze magát, asszonyom! Fékezze magát! Nem fogják jelenteni. Jó, mit jelentesz, fő, mi mele magadnak? Hát, stabil oldalba teszlek. Hónapra. Tál pörkölte. Nem adok, kár belé, úgyis kifossak. Jó, én is kifosom. Vegyem magának. Jó, itt azt hiszem, hogy ezután itt át kell beszélni bizonyos. Mi ez a pelikán visítás, Dick? Joker, te mi a National Geographic-nál dolgozol? Mi a retkes passz? Te erről jött be a tévé, hát. Mutass valamit, te szörnyszülött. Hopp. Apus kacső! Belenézni? Azt mondja, fog már meg pofán, de hallani, hogy röhöngedzi. Figyelj csak, állj ide elém, Lali. Megmondom őszintén, hogy most itt az imént úgy éreztem, hogy cserbe hagytál ezen a konfliktussal. Meg se kínált anyád, először is. Ráadásul de be akarta kapni a passzomat. Nem tudom, hogy nem zabar téged ez? Nem láttad a megjegyzéseit? Komolyan? Igen. Nem láttad? Nem. És akkor itt azt hiszed, hogy hazudok. Megmondom őszintén, hogy 13. kerületi cigánbajdai jogosultságomnál fogva azon gondolkodok, hogy kitagadlak téged. Ne. Kitiltalak a 13. kerületből, mert cserbe hagytál. Hátba szúrtál. De nem vagytalak, érted? Cserbe csak... Hátba szúrtál! Hallgass el! Jó. Nem mellesleg szörnyűségeket kellett amúgy így átvennünk van. Azzal, hogy a kedvenceit egyre kapcsoltunk, meg a kettőt. Így van. A másik mi pedig, a hogy mocskos, a anyádnak olyan széttiport pinálja, hogy csipeget a pödröd, Dick. Mondod itt már. Na jó, ha menjetek befelé Nódalra, le fog parkolnod a hátra, mert megbüntetnek. Menjetek, jó, Lali? Jó. A kurva életbe. Le is téptem az ajtót a gecibe. Ó, jaj. Hát nagyon zavart ez az ajtó. Gyere, öreg. Nem gyössze? Ezt csináld utánam. Kedves gyerekek és nem gyerekek, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok most ebben az adásban. Ennek most itt lesz a végája, vasárnap találkozunk majdan. Sziasztok, és hello, és sziasztok, és még egyszer, sziasztok.